Sziasztok! Ma reggeli edzésemből, reggeli hajnali edzésemből osztanék meg néhány gyakorlatot veletek ma. Mell az elsődleges cél, és ma sem fogjuk feltalálni az edzést, ezt sajnos nem kapjátok meg tőlem, viszont általam még nem mutatott gyakorlat a mai cél. Keresztcsigás tárogatás, alsó csigán, ilyen speckósabb gyakorlat. Igazából a mell felső részének, a felső rostoknak a célzatával szoktam ezt végezni, és semmiképp sem nagy súlyos, nem alacsony ismétléses gyakorlatról beszélünk. Gyakorlatilag tárogatás, csak mivel némileg alulról indítva fölül tudjuk összehúzni a rostokat, ezért abban a szempontból speciális és igényel némi előképzettséget, hogy ne várra végezzük a gyakorlatot, tehát össze kell hozni, hogy lehetőleg a mell izommal húzzuk össze a csigát. Mivel tárogatásról van szó, a könyök továbbra is fixen van a gyakorlat során végig, egy nagyon enyhén behalított pozícióban, de nem mozog a könyök onnantól kezdve, csak vállizületből mozog a kar, és arra koncentrálunk, hogy a két felkart, vagyis a két könyököt próbáljuk meg közelíteni egymáshoz. Egy olyan pozícióban, hogy a mellkas ki van tolva, a hát egyenesen tartva, a has behúzva, ilyen módon tudjuk mellizommal mozgatni a felkarokat. Mivel a nagy mellizom elsődleges funkciója a vízszintesen tartott karok, felkarok közelítése egymáshoz, ugye ezt használjuk a tárogatás során, csak most egy kicsit módosított változatban, mivel lentről fölfelé is halad közben a felkar, ezért talán a felső rostokat jobban meg tudjuk dolgoztatni így. Ami fontos, hogy azért nem egy fő gyakorlatról beszélünk itt melledzés alkalmával egy ilyen gyakorlatnál, ez inkább egy ilyen kiegészítés nálam. Úgyhogy gyakran összekapcsolom szedbe más gyakorlatokkal, illetve mindenképpen magasabb ismétlésszámmal, 12-15, akár 20-as ismétléssel végzem, hogy rá tudjak koncentrálni az adott izom szekcióra. És ami esetleg hiba lehetőség, hogyha nem megfelelően széles a keresztcsigánk, ugye a teremben, ami lehetőség rendelkezésre áll, az lett a probléma, hogyha túl szűke van a keresztcsiga, akkor a gyakorlat inkább átmegy az előreemelős verzióban. Ott a váll sokkal többet tud funkcionálni, tehát nagyon fontos, hogy bár lefelé halad a csiga, tudjuk szétengedni a felkarokat, hiszen akkor lesz a dolognak tárogatás jellege. Tehát nagyon magunk mellé engedjük a felkart, ugye akkor már inkább a váll fogja átvenni a szerepet, mert, mint mondtam, azért a mell funkciója a két felkarnak a közelítése egymáshoz, és nem a felfelé való emelés. Állandó mottom, hogy nincs két egyforma edzés, úgyhogy mindig kell egy valamilyen kis plusz, vagy az ismétlésszám, vagy a súly, valamit változtatni kell. Lehet éppen a gyakorlatot is cserélgetni, és van egy újabb opció, hogyha esetleg már unnád a régi gyakorlatokat, pici változtatás, már is más lesz az edzés.